a munkaerőpiacra, munkáltatói fórumot tartottak Máté Szalkán és Kisvárdán. Határidő. Már benyújthatók a terület alapú támogatási kérelmek. A beadásban idén is segítenek a falugazdászok. Költségmentes táborok. 1600 gyermeknek biztosít szabadidős tevékenységet a nyári szünet alatt a Nyíregyházi önkormányzat. Tavaly 29.500 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Út a munkaerőpiacra címmel tartottak munkáltatói fórumot Máté Szalkán és Kisvárdán. Mindkét térség hátrányos helyzetűnek számít, ahol nem csak a munkanélküliség, de ezzel együtt a munkaerő hiány is problémát jelent. Ezek megoldására idén 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatás áll rendelkezésre megyénkben, valamint számos hazai forrást is igénybe vehetnek a vállalkozások és az önkormányzatok. A kormány korábbi vállalása szerint 10 év alatt 1 millió új munkahelyet teremtenek Magyarországon. Ez a folyamat 2010-ben indult, és a jelenlegi statisztikák szerint nem elérhetetlen a célkitűzés, hangzott el Máté Szalkán egy munkaerőpiaci fórumon. Az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Berek megyében is jelentősen átalakult a munkaerőpiac, ami a hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy ha valaki szeretne elhelyezkedni, akkor jóval jobb lehetőségei vannak arra, hogy ezt megtegye, mint néhány évvel ezelőtt volt. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan problémák, amik megoldásra várnak, de sokat javult a helyzet a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Úgyhogy lassan eljutunk egy olyan pontra, ahol a kormányhivatalnak is a feladatainkra egyre inkább átértékelődik és át kell szervezni, méghozzá arra kell koncentrálnunk az elkövetkezendő időkben, hogy azok az emberek, akik képesek és alkalmasak arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacon megjelenjenek, őket minél hatékonyabban tudjuk ebben segíteni. Ezért a gazdasági szférának is fontos, hogy a kormányhivatal összekötő kapocsként működjön a vállalkozások és a munkavállalók között. Többek között a rendelkezésre álló 10 milliárd forintos EU-s és a számos hazai támogatási rendszer közvetítésében játszik fontos szerepet a hivatal. Az elmúlt években is sokat javítottak a foglalkoztatási helyzeten megyénkben. A tavalyi évben összesen már 29.500 fő volt a regisztrált álláskeresők száma. Ezzel párhuzamosan az elmúlt években hatékonyan csökkentettük a közfoglalkoztatottak számát. 2016-ban még 37.000, 2017-ben 31, 2018-ban pedig 25.300 fő volt a megyében a közfoglalkoztatottak száma, sőt most 2019 márciusában 21.900 fővel tovább tudtuk ezt csökkenteni. Megyénkben az egyik legnagyobb probléma jelenleg, hogy a nyilvántartott álláskeresők több mint 50%-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ez az arány a Máté-Szalkai munkaerőpiaci körzetben még rosszabb, ott közel 70%-ot képvisel ez a réteg, míg a felsőfokú végzettségűek csupán 1,8%-ot tesznek ki. Ezért fontos, hogy a támogatások egyaránt vonatkozzanak a 25 év alatti és feletti munkavállalók elhelyezkedésének segítésére, de kiemelt hangsúlyt kap már a képzésük is. A Máté-Szalkai mellett a kisvárdai körzetben is hasonló problémákkal találkoznak a munkáltatók. Valamelyik nap valaki jött hozzám, hogy nincs-e véletlenül az én tarsolyomban olyan önéletrajz, ami jó lenne valamilyen munka betöltésére. Kértem Istvánt, hogy hozza át a nyilvántartásunkat, és alig érte el a 20 főt, aki hozzánk behozott önéletrajzot, és ha azt szépen az ember átlapozta, akkor azt kellett látni, hogy ott is inkább a legnagyobb probléma az a nem megfelelő képzettség, és vagy esetleg az egészségi állapot. Ezért olyan képzéseket indítanak a jövőben, amelyekre valóban szükség és igény van egy adott térségben. Ezek és más javaslatok megvitatására is lehetőséget adott a munkáltatói fórum. Az itt kapott tájékoztatások nem teljes körűek, részletes felvilágosításért bárki fordulhat a járási hivatal foglalkoztatási osztályának munkatársaihoz. Jelenleg már a tisztes fizetéseket és a minimálisan elégséges létszámú rendőri állomány sem tudja biztosítani a kormány az MSZP szerint. A párt nyíregyházi szervezete ezért a rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet kötelékeiben dolgozók érdekeiért harcol, a város objektív és szubjektív biztonsága céljából. Hangzott el a párt szerdai sajtótájékoztatóján. A szocialista képviselők támogatják a jobbikos Lengyel Máténak az önkormányzati rendészet létrehozására vonatkozó előterjesztését, amely a rendőrség
közterülettől alacsonyabb, de a közterület felügyelettől és a polgárőrségtől magasabb hatáskörrel rendelkezne. Mi többször próbálkoztunk már a közterület felügyeletnél különböző pozitívabb elmozdulás segítésében itt a túlóra az éjszakai vezénylés tekintetében, de ebben nem nagyon történt előrelépés, és az látszik, hogy bizonyos feladatok megoldásában egy ilyen típusú szerv léte sokkal jobb helyzetet teremt egy ilyen nagyvárosnál, mint Nyíregyháza. Fontos feladat vár a gazdálkodókra, ha pénzhez akarnak jutni. Elindult a 2019. évi területalapú támogatási kérelmek beadási időszaka. Az érintettek személyesen a falugazdászoktól kérhetnek segítséget, de az igényeket ezúttal is csak elektronikus úton lehet benyújtani. Idén már 46 jogcímre nyújthatók be a területalapú támogatási kérelemként ismert egységes kérelmek. Több esetben viszont változtak az előírások és a kötelezettségek. Bő egy hete április 9-e óta lehet beadni őket, és az érintetteknek több fontos határidőt kell észben tartaniuk. Május 15-ig lehet beadni minden gazdálkodónak ezt az igényét szankciómentesen, és akik valamilyen igényt bejelentettek, de közben más növényt akarnak egy bizonyos adott területen termelni, mint amit bejelentettek, nekik május 31-ig van lehetőségük ezt módosítani, illetve most hétvégére esik, és ez átmegy június 2-ára, illetve azok, akik valamilyen ok miatt elmulasztották ezt a, ebben az időpontban beadni a kérelmüket, azok szankcióval június 11-ig adhassák be. Igaz, ekkor már a támogatási összeg napi 1%-os csökkenésével kell számolniuk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy segítsen a kérelmek pontos benyújtásában, hogy hibák miatt ne utasítsák el azokat. Ebben a falugazdászok könnyítik meg az érintettek dolgát. Szinte minden településen ott vagyunk helyszínen, ebben a bevallási időszakban még olyan településekre is kimegyünk, ahol egyébként nem rendelkezünk irodával. Ezt az önkormányzat vezetésével, illetve a gazdálkodókkal egyeztetünk időpontot, és az önkormányzat ott is biztosít helyiséget egy napra, vagy három napra, vagy igény szerint, ahol egyébként nem vagyunk jelen más időszakban. A gazdálkodóknak azt javasolják, hogy vigyék magukkal őstermelői vagy kamarai igazolványukat, ezzel ugyanis egyszerűsíthető az adminisztráció. A kérelmeket idén is csak elektronikus úton a Magyar Államkincstár internetes felületén lehet beadni, de érdemes leellenőrizni, valóban az lett-e benyújtva, amit megbeszéltek a falugazdásszal. Ha nem, a kérelem módosítható még a beadási időszak után is. 2015 óta egyébként folyamatosan csökken azok száma, akik problémás kérelmet nyújtanak be. 1600 gyermeknek biztosít önkormányzati táboroztatást Nyíregyháza önkormányzata a 2019-es nyári szünetben. Az iskolások 8 héten keresztül 8 fajta lehetőség közül választhatnak. Idén a Zelk sporttáborral bővül a kínálat. A nyári szünidőben a gyerekek elhelyezése több 10 000 forintos kiadás, ez nagy mértékben megterheli a családok költségvetését. A Kisvakon tábor évtizedek óta a nyíregyházi és megyebeli gyermekek egyik kedvenc nyári kikapcsolódása. A táborok választásakor a szülők közel 20%-a már nem csak biztonságos felügyeletet és szórakozást keres gyermekének, ennél többet szeretnének kapni a táborhéttől. A gyerekek egészséges mentális fejlődése, problémáik megoldása ma már ugyanúgy elvárható egyes tábortípusok esetében, mint a lovaglás egy lovastábor esetén, derül ki a táborfigyelő adataiból. Nyíregyházán 8 héten keresztül 8-féle tábortípusban vehetnek részt a gyerekek. Minden évben igyekszünk valamilyen újdonságot belehozni, az idén is lesz egy újdonság. Bővítjük a tábor számát, a választási lehetőséget, indul a Zelk sporttábor. Tehát igyekszünk a jól beállított menetrendet picit bővíteni és tágítani a lehetőséget a szülők számára. Nagyon fontos az, hogy 1600 gyermeket térítésmentesen tudunk táboroztatni Nyíregyházán. Ez egy nagyon komoly érték, és ezt próbáljuk évről megőrizni. Az idején is ez így lesz. A szülők vihetik úszó vagy idegen nyelvi táborba is a gyerekeket, de a múzeum faluban is szerveznek nyári programokat. A táborokban kizárólag az étkezésért kell fizetni, ez 2700 forint. Még ebből az összegből is kapnak kedvezményt, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, nekik egyáltalán nem kell fizetni még az étkezésért sem.
valamint a három vagy több gyermekes családoknak az összeg felét kell befizetni. Azok a szülők, akik nem tudják megoldani a gyerekek utaztatását, az önkormányzat 3600 forint per hét áron azt is megoldja. Az első tuknus ingyenes. Ez 1600 gyermeket jelent. Amennyiben valaki szeretne még további turnust igényelni, és van kapacitás, akkor kizárólag az nominális önköltségi árat kérjük el, ami 16500 forint egy hétre. És ahogy hallottam a háttér információkból, ez töredék annak, amit egyébként táborozásra elkérnek. Mi többet nem kérünk, és így mintegy 1800 gyermeket tudunk táboroztatni, és ehhez jön még a Szigligeti nyári tábor, ami szintén közel 1000 gyereket tudunk táboroztatni. A tavalyi évben több mint 200 ezer gyermek táborozott a 2018-as nyári szünet alatt, derül ki a táborfigyelő adataiból. Azért is nagy segítség az önkormányzati táboroztatás, mert egy két gyermekes családban két hét napközis tábor ára körülbelül 130 ezer forint. Ha ott alvós lehetőséget választanak, akkor pedig a 200 ezer forintot is meghaladhatja ez az összeg. Sok családban egy ekkora kiadás nagyon megterheli a költségvetést. Minden nyíregyházi köznevelési intézményben van egy szervező koordinátor, a szülők az ő segítségükkel tudják beiratni a gyermekeket a táborokba. Két személyautó ütközött csütörtök délelőtt a nyíregyházi Szegfi utcában. A baleset következtében négy ember megsérült, akiket a mentők helyszíni ellátás követően kórházba szállítottak. Az anyagi kár jelentős, az érintett járművek totálkárosra törtek. Az áramtalanítási munkálatokat a megyeszékhely hivatásos tűzoltói végezték el. A hatósági helyszínelés idejére forgalomkorlátozás volt érvényben. A Mária Pócsi görögkatolikus kegytemplom és Pócsi búcsú, a Mandala Dal Színház kulturális tevékenysége és a Milotai dió, mások mellett ezekkel bővült a megyei értéktár. Az erről döntő bizottság diákok javaslatait is figyelembe vette a kiválasztás során. Az értéktár ezzel már több mint 120 értéket tartalmaz. Nem volt könnyű dolga a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottságnak. Csütörtöki ülésén sok javaslat közül kellett kiválasztania azokat, amelyek végül az értéktár részévé válhattak. 9 ilyen tétel került most be, így már 124-re bővült a lista. Többet ezek közül diákok terjesztettek fel. Ezeknek a jelentős része az értékes barangolás vetélkedőn született meg, illetve ott volt egy olyan feladat, egy házi feladat, hogy a döntőbe jutott csapatok, ugye a három középiskolás, illetve a három általános iskolás csapat készítsen el egy-egy javaslatot a megyei értéktárnak, amit ők úgy gondolnak, hogy már érdemes lenne, hogy szerepeljen benne, és kötődik a saját térségükhöz, településükhöz, és így született 6 olyan javaslat, amely most a bizottság elé is került. Ezek a javaslatok nagyon jó kidolgozott javaslatok voltak, már a vetélkedőn is a zsűri teljesen meg volt döbbenve, és nagyon örült annak, hogy ennyit foglalkoztak vele a gyerekek, és ilyen mélységben feltárták ezeknek az értékeknek a hátterét. Épített környezet kategóriában a Zsurki festett kazettás mennyezetű templom és a Mária Pócsi görög katolikus kegytemplom, kulturális örökségként pedig a Pócsi búcsú, a Kölcsei Társaságnak a költő és a himnusz kultuszáért végzett munkája. A megyei prímadíj küldetése, valamint a Mandala Dal Színház kulturális tevékenysége került az értéktárba. Ugyanide sorolták a Beregdaróci Betlehemest is, amely azért jelentős, mert bár sok ilyen létezik az országban, olyan játék, ami évtizedek óta folyamatos és generációról generációra öröklődik, nagyon ritkának számít. Ez egy szakrális anyagnak az előadása, ami december 24-én történik karácsony napján, és 7 tagú együttesből áll, akiket a pásztor, a főember szed össze. Tehát nem akárki lehet ennek a tagja, megérdemelt tagjának kell lenni, és a pásztor ember is 3 évenként újra választásra kerül. Ez a szerepjáték, ami a templomban is eljátszásra kerül, és ugyanakkor a második nap is tovább folytatódik a falu területén, ez mai napig is él Beregdarócon. A
Milotai Dió és a Baktalórendházi erdő mint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület ugyancsak az értéktárba került. A kiválasztásuknál egyébként főleg azt nézik meg, mennyire megyei kötődésűek és mennyire erősítik a megyei identitást. Az értéktár részévé válva egyfajta védjeggyé válnak. Több millióan, egyes becslések szerint akár 10 millióan is éhen halhattak a holodomor, vagyis az ukrán holokauszt ideje alatt. A sztálini rezsim által okozott 1932-33-as éhínség az ukrán nép történetének egyik legnagyobb katasztrófája, amelyet csupán 50 évvel később ismertek el Moszkvában. Magyarország 2003-ban nyilvánította népirtássá a történteket, amelynek emlékére szerdán táblát avattak Nyíregyházán. Mécsesekkel és búzakalásszal érkeztek a holodomor emlékmű leleplezésére a megemlékezők a józsavárosi görögkatolikus templom udvarára. Egyes történészek szerint nem csak a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása, a gabonabeszolgáltatási terhek drasztikus növekedése, valamint az erőltetett gabonaexport következtében okozott éhínséget Sztálin, hanem ezzel akarták megtörni az ukránok nemzeti öntudatát, ugyanis attól tartottak, hogy a nemzeti kötelék erősebbnek bizonyulhat a kommunista ideológiához, illetve a szovjet birodalomhoz való ragaszkodásnál. Ukrajna a magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete szerint ezekre a mai napig emlékeznünk kell. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk, amennyiben akkor is ez a helyzet azért történt meg, mert Sztálin szeretne elvinni az ukránoktól a szabadsághoz, a függetlenséghez való vágyat. És lényegében azon, mint keresztül most is megy Ukrajna, ez is lényegében ugyanolyan harc a szabadságért, harc azért, hogy mi egy állam maradjunk. És nekünk nagyon fontos, hogy a barátaink, a szomszédünk támogassanak minket ebben, és nagyon fontos az ukrán kisebbség támogatása is, és egyébként ez a mű emlékezés, amelyik most Nyíregyházan és az ukrán nyíregyházai önkormányzat kezdeményezésére meg támogatása eredményekben jött létre. Az ünnepségen elhangzott, az ukrán vidéket, a világ egyik legtermékenyebb mezőgazdasági területét néhány hónapon belül általános éhínség sújtotta, csontsovány holttestek hevertek mindenhol az utcán. A nélkülöző parasztok az éhínség alatt, ha nem volt más, a füvet, fakérget, kukoricacsutkát, rohadt krumplit, de még a macskát és a kutyát is megették, írja a Múltkor történelmi magazin. A kilátástalan helyzetben felütötte fejét a kannibalizmus, amit a szovjet hatóságok a gyereked megevése barbár cselekedet feliratú plakátokon ítéltek el. A sztálini rezsim évtizedekre teljes hírzálatot rendelt el az éhínség kapcsán. Pénteken bejuthat a rájátszás legjobb négy csapata közé a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a negyeddöntő első mérkőzésén legyőzték a BKG Prima esét, amelynek Szigetszentmiklósi otthonában 19 órai kezdettel lépnek pályára. Hazai győzelem esetén a harmadik meccset vasárnap délután rendezik a Continental Arénában. Sokszor elmondták már a kosárlabdában dolgozó szakemberek, hogy a rájátszás teljesen más műfaj, mint az alapszakasz, amelyet az utolsó meccs után el kell felejteni. Az NBA-B piros csoportjában két nyert meccsig tartanak a párharcok, így egy esetleges vereség után már ott a győzelmi kényszer az alulmaradó csapaton. A Nyíregyháza Blue Sharks sikerre zárta a negyeddöntő első meccsét, Tóth Gergelyék 11 ponttal verték a BKG Prima esét. Az első félidő végén még a vendégek álltak jobban, a folytatásban aztán érvényesítették a hazai pálya előnyét a kékcápák. Sitko Erdő szakmai igazgató szerint igazi playoff meccset hozott a párharc első felvonása. Az első fél időben egy kicsit elégedetlen is voltam, hiszen a srácok nem érezték ezt át megfelelőképpen, és 49 pontot nem lehet kapni hazai pályán, nem csak ettől a csapattól, azt akartam mondani, hogy semmilyen csapattól, de a Golden State-től kaphatnánk 49 pontot, azt el tudom fogadni. A lényeg, hogy a mi csoportunkban játszó csapatokra nem lehet 49 pontot kapni az első fél időben, és ezen mindenféleképpen változtatnunk kellett. A második fél időben ez sikerült, és valóban egy olyan mérkőzést kaptunk, ami egy igazi rájátszás mérkőzés, azt hiszem. A nyíregyháziak pénteken lezárhatják a párharcot, ehhez viszont nyerniük kell Szigetszentmiklóson. Ősszel egy szoros meccset követően vereséget szenvedtek a cápák a BKG Prima ese otthonában. Kikaptunk 3 ponttal, ráadásul a mi kezünkben volt a győzelem, azt hiszem, hogy ezzel nem bántok meg senkit, ha ezt mondom, hiszen néhány perc a vége előtt 17 ponttal is vezettünk. Ezt kell megismételnünk. A BKG biztos, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy megmutassa, hogy ez a előző mérkőzés belé vereségük nem reális, de mi pedig azt szeretnénk bizonyítani, hogy ez igenis reális, és szeretnénk megnyerni ott
a találkozót. Emlékezhetünk a tavalyi évre, nem akarom, hogy bármi hasonló történjen, és akkor is az első mérkőzést megnyertük, és az első lépésen túl voltunk, a többi pedig nem sikerült. Ki szeretnénk használni már most pénteken azt a lehetőséget, hogy bekerüljünk a legjobb négy közé. A BKG Prima és a Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik Sziget-Szent Miklóson. Ha a hazaiak győznek, a harmadik mérkőzést vasárnap 16:30-as kezdettel rendezik a Continental Arénában. A legjobb négy közé már bejutott a Veszprém, amely 2 győzelemmel lépett túl a PVSK-n. A negyeddöntő visszavágóin a Vasas Akadémia Mavcot, a Budapesti Honvéd pedig az Oroszlányt fogadja. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 2016-ban még 37 ezer, tavaly már csak 25 ezer volt megyénkben a közfoglalkoztatottak száma, a 2019 márciusi adatok szerint pedig még tovább csökkent ez az adat. Hangzott el a munkáltatói fórumon Máté Szalkán és Kisvárdán. Ezt a kormány tovább csökkenteni olyan támogatási projektekkel, amely a 25 év feletti álláskeresők versenyszférában való elhelyezkedését segíti. Fontos, hogy olyan személyeket támogassanak, akik képességtehetők és készek a munkavállalásra. Elindult a 2019. évi területalapú támogatási kérelmek beadási időszaka, amelyek idén még több jogcímre nyújthatók be. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy a falugazdászokon keresztül segítsen az érintetteknek abban, hogy hibák miatt ne utasítsák el igényeiket, amelyeket ezúttal is csak elektronikus úton lehet benyújtani. A tavalyi évben több mint 200 ezer gyermek táborozott a 2018-as nyári szünet alatt, derül ki a táborfigyelő adataiból. Ebben az évben Nyíregyháza önkormányzata 1600 iskolás számára biztosít 8 fajta szabadidős lehetőséget térítésmentesen. Újdonságnak számít a Zelk sporttábor, de népszerű a Kisvakont, az úszó és az idegen nyelvi tábor is a megyeszékhelyen. Önök a Kölcsey Televízió iradóját látták április 18-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Csütörtök estétől fokozatosan kiderül az ég. Kisebb zápor esetleg előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4-8 fok között alakul, a jellemzően fagyzugos tájakon lehet hidegebb a hajnal. Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható. Csapadék nem lesz. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-23 fok között alakul. A hosszú hétvége első napjaiban szinte zavartalan lesz a napsütés, majd vasárnap és hétfőn már főleg a keleti tájakon kicsit több lesz a felhő, arrafelé néhol záporok is kialakulhatnak. Kettől már vastagabb felhők is érkeznek, és nő a csapadék esélye is. Emelkedik a hőmérséklet, így megszűnnek a hajnali fagyok is.